a légnyomástól én becsapódtam a kapuba, azt se tudtam, hol vagyok, engem úgy szedtek össze. Ő dobni akarta a barinába a gránátot, és a kezébe robbant. Leszakította a kezét, meg így az arcát. Akkor volt oroszlányon az a sok belövése általi halál. Bejöttek a faluba, és az oroszok a saját katyusáikkal, a vértesből lőtték a saját katonáikat, akkor nagyon sok oroszlányi áldozat is volt. Oroszlány két tűz között volt legtöbbször. Itt németek, magyarok voltak, meg kőhányáson oroszok. Fölvezették is az én öreganyám kertjébe, ott fejbe lőtték. Olyan fiatal volt, annak az arca még most is előttem van. Én is sírtam, meg a bátyám is. Az ajtót, ahogy nyitotta volna, ott érte a löveg, ott haltak meg a küszöbön. Ott állt egy orosz teherautó, amit észrevettünk, és mi gyerekek fölmentünk. Az teherautón volt egy katyusa. Egyszer csak megszólalt a katyusa. Jó, nagyon megértünk, hogy az a sok lövedék ment kifele. A fiúknak lövészárkokat kellett a legelőnél csinálni az erdőhöz közel, hogyha jönnek a tankok, hogy ne tudjanak átjönni már a vértesektől. Hát azért volt összevisszaság, de valahogy mi mégsem féltünk, ugye? Hát a gyerekek nem félnek. Az édesanyám fakanálból csinált nekem babát. 13 éves koromban már cséplőgépnél voltam. Istállóba, Pajtába összejöttünk, és ott tanítottuk egymást tántolni, mi gyerekek. És ez még most is megvan? Hát oda nekem el kell mennem. Hogy én ezt nem tudtam?